Tisztelettel és nagyon nagy örömmel köszöntök minden kedves megjelentet a 2014. évi Vörösvári Napok megnyitó ünnepségén. Az idei Vörösvári Napok különösen kedves számunkra, hiszen ebben az évben ünnepeljük településünk megalapításának 325-ös évfordulóját. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an der Eröffnungsfeier der Vörösvárer Tage 2014. Diese Veranstaltungsreihe ist für uns besonders wichtig, weil wir die Ansiedlung der ersten Deutschen in Vörösvár vor 325 Jahren feiern. Tisztelettel köszöntöm városunk polgármesterét, Gromon István urat. Köszöntöm a német nemzetiségű önkormányzat elnökét, Szaksz László urat. Grószné Krupp Erzsébet, korábbi polgármesterasszony. Tisztelettel köszöntöm Bocsám István urat, korábbi polgármesterünket. Szeretettel köszöntöm dr. Krupp Zsuzsanna jegyzőasszonyt. Tisztelettel köszöntöm a Pilisvörösvári járási hivatal vezetőjét, Szondiné Sáfi Zsuzsannát. Továbbá tisztelettel köszöntöm a Pilisvörösvár város önkormányzata képviselő testületének minden tagját, az oktatási, nevelési, kulturális, művészeti, szociális és egészségügyi intézmények vezetőit. Tisztelettel köszöntöm dr. Hidas István urat, városunk díszpolgárát. Szeretettel köszöntöm a Pilisvörösvári Civil Egyesület vezetőit és minden kedves megjelentet. Külön örömmel és szeretettel köszöntöm a testvérvárosainkból érkezett vendégeinket is. Mik József polgármester urat Borszékről. És delegációjának minden tagját szintén szeretettel köszöntök. Tisztelettel köszöntöm a német partnerkapcsolati településeinkről érkezett vendégeket is, őket németül fogom köszönteni. Ich begrüße ganz herzlich unser Gäste aus unseren deutschen Partnerstädten. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Martin Schäfer, den Bürgermeister aus Gröbenzell. Ich begrüße ganz herzlich Frau Elisabeth Dauner, die zweite Bürgermeisterin aus Gerstetten. Und ich begrüße ganz herzlich alle liebe Gäste aus Gerstetten und Gröbenzell. Kedves vendégeink, bízom benne, hogy a hosszú heteket, hónapokat átívelő előkészületek után a most megnyíló kulturális programsorozatban mindenki talál magának olyan eseményt, amelyre szívesen ellátogat, ahol találkozhat a rég nem látott ismerősökkel, ahol szórakozhat, feltöltődhet, vagy éppen lehetősége nyílik átgondolni, átérezni, hogy milyen nagyszerű is a pilisvörösvári közösség tagjának lenni. Elsőként fogadják szeretettel a mai alkalomra szerveződött Vörösvári férfi dalkört, akik a régmúlt időket idéző dalokkal készültek. Kolófer Mihály, Lantos Csaba, Kis Pál, Bíró Orbán, Egri Béla, Ludwig Károly, harmonikán kísér Baska István. Als ersten Programmpunkt des heutigen Abends sehen Sie den zu diesem Anlass organisierten Vörösvárer Männerchor, der alte Lieder vorträgt. Oh,
Oh,
Mondom, hogy mindenki hallja, ne csak a szereplők. Szeretném megköszönni nagyon ennek az alkalmi férfi kórusnak ezt a gyönyörű éneket, amit ide varázsoltak nekünk, és köszönet jeléül szeretnék nekik adni olyat, amit a mai napon még sokaknak fogok. A 325-ös jubileum alkalmából készült pólót, a jubileumi címerrel, amin a Őrhegy, a Szőlők, a 1689-es évszám, és a viadukt, meg a bánya jelképe van rajta. Ezzel szeretném megköszönni nekik, és azt kell, hogy még nagyon sokszor lépjenek föl, mert olyan hiány pótolnak, amit csak ők tudnak betölteni. És a gondolom vezetőnek titulálhatom a Kolhofer Misit, vagy Miska bácsit, vagy nem tudom kinek mi. És neki fogom átadni, hogy nagyon szépen köszönjük mindjárt nevét. Most pedig tisztelettel felkérem városunk polgármesterét, Gromon István urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Ich bitte zum Podium Herrn István Gromon, seine Festrede zu halten. Kedves Elisabeth Dauner alpolgármester asszony, kedves Martin Schäfer polgármester úr, kedves Mik József polgármester úr, kedves ünneplő pilisvörösváriak, hölgyeim és uraim! 1689 kora tavaszán a budai városi elöljáróságra egy 1689. február 12-én kelt írás érkezett a német lovagi rend kommentúri tartományának Hohenfelszi uradalmából, Matthias Hürlemann jobbágy alattvaló és annak hajadon nővére nevében Málspüren faluból, amelyben azt kérdezték, hogy is állnak a dolgok a szántóföldek, rétek és szőlőskertek ingyenes elosztásának ügyében. Kénytelenek ugyanis a francia fosztogatások, a sok hadisharc és a bajor népek átvonulása következtében beköszöntött drága idők miatt kivándorolni és kenyerüket más országokban megkeresni. Buda királyi fő és székváros elöljárósága egy hónappal később, 1689. március 18-án azt válaszolta Matthias Hürlemannnak, hogy nem csak a telkeket kapja ingyen, hanem még több segítséget is kap. Ezután az elöljáróság felszólította még Hürlemannt, hogy erről tájékoztassa a szomszédjait, és ösztönözze őket is a kivándorlásra. Ezt Miska bácsi könyvéből idéztem, aki fölkutatta ezt az idézetet. Néhány hónappal később, 1689. július 4-én egy települési szerződéssel, mely szabad utazást és letelepedést biztosított Vörösváron, négy család érkezett Vörösvárra. Christian Fötter Schrambergből, Jakob Fenker Eschendorfból és még két további paraszt család Schwabországból. Ők voltak azok, akik itt az egykori Királyszántó nevű település és a régi Vörösvár elvadult helyén elindították a ma ismert Pilisvörösvár történelmét, azaz a mi történelmünket.
Ez a történelem ugyanúgy, mint a nemzetek országok történelme, tele volt nehézségekkel és örömökkel, reményekkel és csalódásokkal, sikerekkel és kudarcokkal, viszontagságokkal és szerencsés fordulatokkal. Ezek a jó és rossz dolgok kovácsolták közösséggé a különféle helyekről ideérkezett telepeseket, akiknek mi, mai vörösváriak, sokan a leszármazottai, de legalábbis az örökösei vagyunk. A nehézségek között meg kell említenünk, hogy őseink, akik eredeti hazájukban a francia fosztogatásoktól szenvedtek, itt Magyarországon a kuruc hadak pusztító átvonulását voltak kénytelenek elszenvedni, rögtön a megérkezésük után néhány évvel, 1704 elején. Újabb néhány év múlva, 1710-ben az első pestis járvány tizedelte őket. Majd egy generációi nyugalom után, 1739-ben jött a második pestis járvány. 1831-32-ben kolera járvány pusztított egész Pest megyében, itt a környékünkön és Vörösváron is. 1848. március 15-én kitört a magyar forradalom, majd a szabadságharc. Környékünkön mind császári, mind orosz csapatok táboroztak, sok katonát a házakban szállásoltak be, így a lakosság gyakran volt kitéve a katonák önkényeskedésének. 1880 körüli években jött a filoxéra, mely elpusztította a Garancson és a Placskán, az Őrhegy alatt, a Kálvária hegy mellett és több más területünkön virágzó szőlőskerteket, és amely felelős azért, hogy mi mai vörösváriak vörösvári borként már csak az Otello Nova keveréket ismerhettük. 1914-ben kitört az első világháború, amelyben 106 vörösvári katona halt meg. Az 1920-as években a gazdasági válság miatt szenvedtek elődeink, majd következett a második világháború, a bombázások, a 44-es szovjet bevonulás. A második világháborúban 159 vörösvári katona esett el. A háború után jött a 40 éves kommunista diktatúra a maga összes nyomorúságával, amelyből végül csak az 1990-es rendszerváltozáskor szabadultunk. De átélhettünk nagy örömöket, sok szép, felemelő pillanatot is az elmúlt 325 évben. Ilyen volt az első kőtemplom, a mai plébánia templom felépítése 1703-ban. A Makadám út megépítése 1749-ben a Bécs-Buda-Posta út részeként a Szarvascsádától Vörösvárig. A Budapest-Esztergomi vasútvonal megépítése 1895-ben Pilisvörösvári vasútállomással. A kőszénbánya megnyitása 1903-ban Vörösvár déli részén. A fiúiskola felépítése a templomtéren 1911-ben, a villany bevezetése a községbe 1923-ban, a Bécsi út, azaz a mai főutcánk bazaltköves burkolása és csatornázása, a leányiskola felépítése és a strandfürdő megnyitása 1930-ban. Az új polgári iskola felépítése a Vásártéren 1938-ban, az ivóvízvezeték kiépítése az 1950-es években, a járdaépítések a 60-as években, a szakorvosi rendelő és a kultúrház felépítése, az első szilárd burkolatú utak, a Szabadság utca és a Dózsa-György utca megépítése a 70-es, 80-as években. És végül a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra alól való felszabadulás az 1989-90-es években. Az azóta, a rendszerváltás óta eltelt 25 évet most nem akarom részletezni, hiszen az itt jelenlévők többsége ezeket az éveket személyesen is átélte. De azért rögzítsük, hogy a rendszerváltozás, bár sok reményünket nem teljesítette, azért mégiscsak sok jót hozott nekünk. Visszanyertük a szabadságunkat, javult az életszínvonalunk, és azóta szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat, megélhetjük német nemzetiségi identitásunkat. Újra élettek a civil szervezetek, sokat fejlődtek intézményeink, városunk infrastruktúrája is ugrásszerűen fejlődött. Mindezek által életünk kényelmesebbé, városunk szebbé vált.
Ha tehát a mai ünnepen visszatekintünk az elmúlt 325 évre, és számba vesszük sorsunkat, azt kell, hogy mondjuk, összességében boldogok lehetünk, és van okunk a hálaadásra. Gondoljunk majd erre, amikor vasárnap délelőtt elődeinkhez hasonlóan elmegyünk a templomba, és mint 1757 óta minden évben megünnepeljük Szűz Mária mennybevételének, egyben templomunk búcsújának ünnepét. És gondoljunk elődeinkre is, akik 1689-ben, amikor több hetes viszontagságos utazás után elcsigázva, ponyvás szekereikkel Vörösvárra érkezve nem találtak itt mást, csak régi épületek romjait és parlagon maradt, elvadult földeket, akkor ők ebbe a tájba szántóföldeket, réteket, szőlőket, házakat és templomot álmodtak bele. Neki gyűrköztek, és kitartó szorgalmas munkával a pusztaságból virágzó életet teremtettek, termékenyé tették és megművelték a földet, házakat építettek, utcákat nyitottak, iskolát alapítottak, templomot építettek. Közben hűségesen ápolták az őshazából magukkal hozott hagyományaikat, megőrizték nyelvüket, szokásaikat, ünnepeiket, énekeiket, imádságaikat, zenéjüket és táncukat. Ránk hagyták a szorgalmas, becsületes, munkás élet, a család és a rokonok iránti szeretet és hűség, valamint a keresztény hit, a keresztény erkölcs és a keresztény kultúra örökségét. Mi, vörösvári emberek, ezért nagyon szerencsés embernek mondhatjuk magunkat. Mert ez az örökség számunkra olyan biztos szikla, amire az egyéni életünk házait és a közösségi életünk házát is biztonsággal felépíthetjük. Ha megbecsüljük ezt az örökséget, ha ellenállunk a kísértésnek és a jövőt nem a reklámok, a csábító, divatos ideológiák homokjára, hanem erre a sziklára építjük, akkor szakadhat az ápor, ömölhet az ár, süvíthet a szél, és nekizúdulhat a házunknak, de az nem fog összedőlni, mert szikla az alapja. Kívánom, hogy ez a mostani ünnepség, majd az ezt követő esti előadás, a hagyományainkról és a zenéről készült kisfilmek, amiket este levetítünk, a holnapi betelepülési menet, a szombatesti és a vasárnap délelőtti ünnepi szentmiség, a vasárnap délutáni Schwabenfest, a Schwab-sarokban berendezett kiállítás, az egymást követő bálok és más zenés rendezvények, majd a szerdai tutajhúzó verseny erősítsék bennünk az őseink iránti tiszteletet, a helyi történelmünkhöz, helyi kultúránkhoz való kötődést. Szítsák fel és erősítsék bennünk azt a lelkületet, amely őseinkben megvolt, és amelynek szép összefoglalása az a régi német nyelvű egyházi ének, amit ezen az ünnepen a templomban énekelni szoktunk, és amelynek első versszaka így hangzik. Hohe und herrliche, große und mächtige, süße und liebliche, himmlische Frau. Flehentlich bitte ich, wollest beschützen mich, da ich dir Körper und Seele vertrau. Kindlich ergeben schenk ich das Leben, und was nur immer ich habe und bin, jetzt und auf ewig Maria dir hin. Fenséges és magasztos, nagy és hatalmas, édes és bájos égi asszony, könyörögve kérlek, óvj meg engem, mert rád bíztam testem és lelkem. Gyermeki hűséggel neked ajándékozom, ó Mária, életem, és mindenem, amim van, és ami vagyok, most és mindörökké. Ha ez a lélek, ez a lelkület lesz bennünk, akkor meggyőződésem szerint bátran nézhetünk a jövőbe, egyénileg és közösségileg egyaránt. Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattam. Begrüße ich ganz herzlich die Tanzgruppe des Drachenvereins Anfrieden aus Gröbenzell.
Der Verein ist 94 Jahre alt. Die Mitglieder treffen sich jede zweite Woche, um historische Tänze, Schuhplattler zu tanzen. Heute zeigen sie uns eine kleine Kostprobe aus ihrer Kultur. Verein Almfrieden in Gröbenzell bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Einladung nach Werischwar. Obwohl wir in den letzten 325 Jahren dieses Jahr zum ersten Mal hier sind, wurden wir aufgenommen wie in einer großen Familie. Wir schlafen bei privaten Leuten hier und jeder von uns ist hochzufrieden. Es ist richtig schön bei Ihnen, wir fühlen uns wohl hier und wir sind natürlich nicht gekommen, um hier zu reden, sondern um zu tanzen, was wir auch gleich machen werden. Aber vorher würde ich gern stellvertretend für Sie alle Herrn Bürgermeister Gromon ein Geschenk übergeben wollen. Thank you.
Thank you.
megköszönni a gröbenceli hogy eljöttek hozzánk, és elhozták ezeket a nagyon vidám, életteli, vicces és nagyon érdekes táncaikat, műsorukat, és ezt a nagyon érdekes számunkra újszerű népviseletet, ami náluk jellemző. Megkérdeztem, hogy milyen régi, azt mondták, hogy nem olyan nagyon régi, olyan 100 éves körülbelül, és hogy ünnepnapokon viselték ezt. Ich möchte mich bedanken bei dem Trachtenverein, dass sie zu uns gekommen sind und für uns diese schwunghafte, interessante Tänze mitgebracht haben und uns sie gezeigt haben und auch, dass sie ihre Tracht gezeigt haben, die angeblich gar nicht so alt sein soll, so ungefähr 100 Jahre alt und dass sie ihn an Feiertagen, an Feierlichkeiten getragen haben. 100% biztosra megígérhetem, hogy a következő meghívásra nem kell 325 évig várniuk, és hogy ebben biztosak legyenek, ezeket a pólókat átadom, ami a mai napra emlékezteti őket, hogy számon kérhessék, hogy a lehető legrövidebb időn belül újra eljöhessenek, illetve viszonozhassuk mi is majd a vörösvári táncosokkal a gőrvencelieknél a látogatást. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie für die nächste Einladung nicht 325 Jahre lang warten müssen. Und deshalb möchte ich Ihnen auch diese T-Shirts überreichen, die an diese Feier und an die zukünftigen Zusammentreffen Sie erinnern sollen. Vielen, vielen Dank.